Augusztus elején egyéni edzéstervekkel kezdték el a felkészülést a külcsések, majd néhány közös tréninget követően hétfőtől már napi 3 edzést vezényel a lányoknak Hadobás István. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét voltak távozói a diákcsapatnak, viszont érkeztek is játékosok, így összesen 23 kézilabdázó készül a junior és a felnőtt bajnokságra. A legutóbbi szezonban a felnőtt csapat a 3., a junior gárda pedig a 2. helyen végzett. Az immár 12 csapatos mezőnyben az első 4 hely valamelyikét célozzák meg a Hadobás tanítványok. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy 2 felnőtt kezdő kapusom is, illetve hát mind a 2 kapusom távozott, az egyik Budapest Testnevelési Egyetemen tanul, a másik Debrecen, illetve Miskolci Egyetemen. Ők sajnos nem tudnak majd a jövőben a Tölcsei kapujába állni, úgyhogy 2 saját nevelésű, illetve most érkező hajdunánási fiatal kislány fogja majd egyelőre úgy néz ki a kapus problémát megoldani, és hát a nagy ikonunk Szabó Vali visszavonult, sőt 2 szélsőnk is, a Szoboszlai Ikrek is távoztak tanulmányi és családi gondok miatt, jövőben nem tudnak nálunk játszani, úgyhogy elég jelentős vérátömlesztésre lesz szükség. Ellenben érkeztek tehetséges fiatal 8-os, 14 éves gyerekek, 7 is, akik valamennyien tehetségesek, és ráadásul szeretik a kézilabdát, úgyhogy remélem, hogy eddig se valottunk szégyen, most is megoldjuk majd. A csapat kapitánya tisztában van azzal, hogy az alapozás elengedhetetlenül szükséges a jó bajnoki szerepléshez. Annyira nem szeretjük, de muszáj, viszont ezzel összekovácsoljuk a csapategységet, és ez nagyon jó, ezért nagyon hasznos ez, és bent alszunk, így még jobb. A külcsések több edzőmeccset is játszanak a héten, majd vasárnap egy strandkézilabda tornával zárul a tábor. A bajnokság nyitó fordulójában szeptember 17-én az újonc mezőkeresztes otthonában lép pályára Hadobás István együttese.